Pannon televízió híradóját látják, köszöntöm Önöket. December 5-e Vilma napja van. 1745 évvel ezelőtt a kis-ázsiai Szent Miklós püspök névnapja előestéjén édességgel ajándékozta meg a gyerekeket. 224 éve meghalt Wolfgang Amadeus Mozart, osztrák komponista, zongorista, orgonista, karmester. 89 éve pedig meghalt Claude Monet, francia impressionista festő. Most pedig következzenek a nap legfontosabb hírei. Ünnepélyesen felavatták ma a Múzsiai Emmaus Kollégium új tornatermét. Szerbia Európa és a világ középpontja volt az EBSZ miniszteri tanácsának konferenciája alatt, mondta Alekszandar Vučić. Magyarország érdeke az, hogy Szerbia erős és stabil Európai Uniós ország legyen, mondta Szijjártó Péter. 25 csapat gasztronómiai különlegességei voltak terítéken ma Palicson. Ünnepélyesen felavatták ma a Múzsiai Emmaus Kollégium új tornatermét. A szalagot Kövér László, a Magyar Országgyűlés elnöke vágta el. A Múzsiai Emmaus Fiú Kollégium 2002-ben nyílt meg. Sokan attól féltek, hogy nem lesz majd elég tovább tanuló magyar fiatal Bánátban. Az utóbbi években már az volt a legtöbbször felvetett kérdés, hogy mikor kap tornatermet a létesítmény. Szinte nem volt semmire lehetőség, mert hát csak az alapok voltak kinyitva is. Egy év alatt annyira felgyorsultak a munkálatok, hogy egy-kettő befejezték. A kollégium számára a tornaterem egy áldás, és a 62 kollégista fiú hasznára válik, mondta az intézmény vezetője, Kalapi Sztoján szalézi szerzetes. A szívünk vágya az volt, hogy már legyen egy olyan hely a fiúk számára, ahol a fölösleges energiát tudják kihasználni jó értelemben, hogy jobban tudjanak tanulni is. A tornatermet Németh László nagybecskereki megyés püspök szentelte fel és áldotta meg. Mint mondta, a létesítmény felépítése egyfajta koronája a szalézi rend 50 éves múzsai munkájának. Ez a tornaterem biztos, hogy nem csak a kollégistáknak fog szolgálni, hanem egész Múzsia közösségének. Tudom, hogy itt a szalésziak egy nagyon széles körű munkát folytatnak a fiatalokkal, és nem csak fiatalokkal. Kövér László, a Magyar Országgyűlés elnöke avató beszédében hangsúlyozta, hogy a Múzsai Kollégium tornatermének a felépítése tulajdonképpen előfutára annak a programnak, amelynek az a célja, hogy gazdaságilag erősítse a délvidéki magyarságot. Az emberek számára minden nap életben kézzelfoghatóvá tudjuk tenni azt, hogy nem csak Szerbia állampolgárai lehetnek, hanem miközben lojális állampolgárai maradhatnak Szerbiának, azon közben tartozhatnak a magyarsághoz is, a magyar nemzethez, és ezt a gyakorlati tapasztalataik alá fogják támasztani mindenek előtt a gazdasági életben. Az átadón részt vett Pásztor István, a Vajdasági Magyar Szövetség elnöke, Hajnal Jenő, a Magyar Nemzeti Tanács elnöke, Pintér Attila, Magyarország belgrádi nagykövete és több közéleti személyiség is. A kollégium tornaterme a Szórványban élő magyar középiskolások számára épült magyar támogatással. Rég nem volt olyan jól szervezett az EBSZ miniszteri tanácsának konferenciája, mint Belgrádban. Ezt a résztvevők is alátámasztották, nyilatkozta Ivica Dačić. A szerb fővárosban tegnap fejeződött be a 22. konferencia, amelyen a fő témák a terrorizmus elleni küzdelem, az ukrán és a migránsválság, a klímaváltozások, valamint a török-orosz kapcsolatok voltak. A szerb külügyminiszter szerint Szerbia bebizonyította, hogy megbízható partner a nemzetközi szintéren. Az EBSZ alakuló ülésén kívül soha nem fordult még elő, hogy ennyi külügyminiszter lett volna egy helyen, fogalmazott a szerb külügyminiszter. Szám szerint 43-an jelentek meg Belgrádban a tanácskozáson. Nije tako čest slučaj da se ministerski savjet OEBS-a koristi za tako važne bilateralne sastanke. Imali smo po prvi put sastanak ruskog i turskog ministra posle incidenta sa ruskim avionom. Također, Lavrov i Kerry su se sastali, Mogherinijeva imala na niz bilateralnih susreta, čime je uopšte naš skup dobio na značaju. A szerb külügyminiszter szerint hosszas tárgyalásokat követően elfogadtak néhány rendkívül fontos dokumentumot, egyebek mellett a terrorizmus elleni küzdelemmel, a fiatalokkal és a biztonsággal kapcsolatban. Alekszandar Vučić szerb miniszterelnök szerint Szerbia Európa és a világ középpontja volt a konferencia két napja alatt,
és az ország ez alatt az idő alatt a legjobb arcát mutatta. Az ország 11 hétoldalú találkozót tartott a legerősebb államok képviselőivel. Több találkozót is megbeszéltek. Govorili smo u prvoj polovini godine i to bi trebalo bude veoma sadržajna poseta ruskog premijera Dmitrija Anatoljevića Medvedeva Beogradu i Srbiji. Mislim da je to od velikog značaja. Ponovili smo i upravo čini mi se privodimo kraju naše razgovore i pokušavamo da se snađemo za gas kako i odakle da ga dovedemo do naše zemlje ukoliko dođe do prekida sa Ukrajinom. A miniszterelnök és a külügyminiszter egy órás sajtótájékoztatót tartott. Kitértek arra is, hogy szerdáig születik döntés a Szerbiai Telekom eladásáról. Vučić elmondta, jelenleg egy komoly ajánlat van, amely már közel áll ahhoz, hogy elfogadják. Hozzátette, az ajánlat értéke magasabb, mint 2011-ben volt, viszont nem olyan magas, mint amilyenben reménykedtek. A kormányfő úgy fogalmazott, akármilyen döntést is hoznak szerdáig, úgyis hibásak lesznek. Magyarország érdeke az, hogy Szerbia erős és stabil Európai Uniós ország legyen, hangsúlyozta Szijjártó Péter, magyar külgazdasági és külügyminiszter a Politika című napilapnak adott interjújában. A tárca vezető kifejtette, hogy Magyarország azt szeretné, ha Szerbia mihamarabb az Európai Unió tagjává válna, és a csatlakozási folyamat felgyorsítása mellett áll ki. A magyar-szerb határon épített kerítés nem a szerb nép ellen irányul, fogalmazott Szijjártó Péter. A miniszter szerint jelenleg két határátkelő van a két ország között, és az a cél, hogy minél jobban megkönnyítsék a törvényes belépést Magyarországra. Szijjártó Péter arról is beszélt, hogy Magyarország nem ért egyet azzal az elképzeléssel, hogy szíriai menekülteket Törökországból az Európai Unióba szállítsanak, hanem azt tartaná elfogadhatónak, hogy az EU pénzügyi támogatásával a török menekült táborokat fejlesztenék, illetve újakat építenének, hogy a migránsok Törökországban maradjanak. Indoklása szerint ugyanis azok, akik Európába jönnek, valószínűleg már soha nem fognak visszatérni saját országukba. Az Európai Unió azt fontolgatja, hogy felhatalmazza a Frontexet a tagállamok külső határainak őrzésére a Schengeni övezet biztonsága érdekében, tették közzé a brüsszeli diplomaták. Eddig ez az Európai Ügynökség a tagállamok közötti operatív szintű együttműködést koordinálta a külső határok kezelésének területén, támogatást nyújtott a határőrök kiképzésében, valamint figyelemmel kísérte a határok ellenőrzését, de nem avatkozhatott be. Az európai vezetők attól tartanak, hogy Görögország nem képes ellenőrizni a törökök felől érkező migránsáradatot, ami a Schengeni övezet összeomlásához vezethet. Brüsszel lépése azonban aggodalmat vált ki azon tagállamok között, akik félnek átengedni a saját területük feletti ellenőrzést. A német belügyminiszter az uniós belügyi tárcavezetők ülésén elmondta, a javaslatot várhatóan december 15-én vitatják meg. Kiemelte, az Európai Bizottságnak egy olyan javaslattal kellene előállnia, amelynek célja, hogy a Frontex átvehesse a külső határok ellenőrzését olyan államoktól, amelyek nem védik azokat hatékonyan. A török hatóságok csaknem 3000 olyan embert tartóztattak fel az elmúlt 4 napban, akik az ország partvidékéről az Égei tengeren áthajózva valamelyik görög szigetre akartak eljutni. A művelet része az Európai Unió vezetői és a török kormányfő múlt vasárnapi brüsszeli találkozóján létrejött megállapodásnak, amelynek keretében a török fél vállalta, hogy közreműködik a migráns hullám megfékezésében. A nyugat-balkáni migrációs útvonalon fekvő országok, Szlovénia, Szerbia, Macedónia és Görögország rendőrfőkapitányai megállapodtak abban, hogy fokozzák a migránsok ellenőrzését és egységes azonosító okmánnyal látják el a bevándorlókat, közölték a szlovéniai tanácskozásukat követően. Marian Frank, szlovén rendőrfőkapitány az ülés után elmondta, a migránsáradat csökken ugyan a balkáni migrációs útvonalon, az időjárási viszonyok és a gazdasági migránsok feltartóztatása miatt a görög-macedón határon, de a jelenlegi állapot nem garancia arra, hogy ez hosszú távon így is marad.
A belügyminisztérium megtesz mindent, hogy visszavonja a feljelentést a Kurírlap tulajdonosa és főszerkesztője ellen, akiket a miniszterelnök ellen tett hamis feljelentésre való buzdítás miatt vádolták meg, mondta Nebojsa Stefanovics péntek esti sajtótájékoztatóján. A tárcavezető emlékeztetett arra, hogy a Kurír napok óta olyan cikkeket hoz le Alekszandr Vucicról és a kormányról, amire szerinte nincs joga. Elmondta, a Napilap vasárnap olyan írást jelentetett meg Alekszandr Vucicról, amelyben bűncselekmény elkövetésével vádolta a miniszterelnököt, amely bűncselekményről később kiderült, hogy nem is létezik. A belügyminiszter szerint több sajtóorgánum is az állami intézmények ellen szegült, ami miatt több szerkesztőt is kihallgattak. Az államvezetést az EBSZ képviselői is azzal vádolták, hogy politikai nyomást gyakorol a médiára. Stefanovics szerint ez nem igaz. Da povučemo prijavu protiv Aleksandra Rodića i Milana Lađevića, jer ne želimo da bilo ko pomisli da se to radi zbog obračuna sa slobodom mišljenja. I to ne znači da oni nisu krivi. Nisam sud da presuđujem, ali to ne znači da ja mislim da nisu krivi. Ja mislim da su oni počinili sve ono što im se zašto se terete. Ali ne želim da se misli da se bilo ko ovde obračunava sa nekim zbog slobode mišljenja. Ovo su konkretna krivična dela. Nézzük, mi lesz még a híradóban. 70 éves a Nagybecskereki Petőfi Magyar Művelődési Egyesület. Megérkezett a Mikulás az Óbecsei és a Dreai Lurkóházba. Fennállásának 70. évfordulóját ünnepli a Nagybecskereki Petőfi Magyar Művelődési Egyesület. A jubileum alkalmából kiállítást nyitottak meg az Egyesület székházában. Péntek este pedig ünnepi akadémiát tartottak a Nagybecskereki Népszínházban. ...1945. május 6-án Nagybecskereken megalakították a Vajdasági Magyar Művelődési Közösséget. Ez a világháború utáni első magyar művelődési egyesület volt Vajdaságban. Dugik egymás hegyén hátán álltak az emberek. Utána olvastam csak később, már felnőtt koromban, hogy ezren, körülbelül ezren voltak bent, és körülbelül annyian maradtak kívül, az ajtón kívül, mert nem fértek be. Az Egyesület kezdetekben szerepet vállalt az írástudatlanság felszámolásában, és itt zajlott a magyarság művelődési élete is. Az Egyesület valójában folytatta azt, amit 140 évvel ezelőtt a nagybecskereki polgári olvasókör megkezdett. A tanárok, zenészek itt kezdték pályafutásukat, valójában itt bontakoztak ki, és annyira megerősödtek valójában, hogy aztán kiváltak magából az egyesületből, és különálló intézményekké váltak. A Petőfiből indult útjára egyebek mellett a Városi Filharmonikusok zenekara, a Madács Színház, a Városi Báb Színház, az Amatőr Képzőművészek Egyesülete. A legnehezebb körülmények között is, a bánságban is egy közösség, ha kultúráját meg tudja őrizni, arra tud támaszkodni, anyanyelvét. Már 140 évvel ezelőtt olyan fontosnak tartotta, hogy olvasókört hozott létre, hogy az olvasást, az írást, a könyv szeretetét a figyelem középpontjába állította, akkor azt hiszem, akár 140 év, akár 70 év azt az erőt, azt a hitet sugározza, amelyet itt ma este láthatunk. Az ünnepségen részt vett Pásztor István is. A VMS elnöke köszöntőjében azt kívánta az Egyesületnek, hogy a 75. évfordulóját részben már az iskola nővérek felújított épületében, a zárdában ünnepelje meg. Becskereket valóban ezzel az épülettel is a középbánsági térség világító tornyává fogják tenni. Mint ahogy az volt, ahogy hallottuk ma este az elmúlt 140-150 évben, azért, mert itt létezett, és meggyőződésem szerint ma is létezik egy polgári réteg. És ott, ahol egy polgári réteg van, ott van jövője a kultúrának. A rendezvényen kiosztották a díszokleveleket az Egyesület leglelkesebb tagjainak és a támogatóknak. A Petőfi díjat Konrád Emma, az Emmanuel Kamarakórus karnagya vehette át.
Dudás Károly pedig a VMMS nevében aranyplakettet adományozott az egyesületnek. Összesen 50 vajdasági magyar középiskolás diák mérte össze felkészültségét a Tudományos Diákkörök Országos Konferenciája vajdasági regionális elődöntőjén. A versenyt szombat délelőtt tartották meg a Zentai Egészségügyi Középiskolában. A diákok a legkülönfélébb témájú kutatómunkákkal neveztek be a Tudok vajdasági regionális elődöntőjére. A témám az oxigénhiányos gyerekek. További célom vele, hogy egy alapítvány szeretnék létrehozni ezeknek a gyerekeknek. A zenehallgatás és a halláskárosodás kapcsolatával neveztünk. Azért ez a témánk, mivel sokan megjegyezték, hogy elég sokat hallgatunk fülhallgatón keresztül zenét, és kíváncsiak voltak, hogy okoz-e ez bármiféle halláskárosodást. A szakemberek tapasztalatai szerint a vajdasági diákok a magyarországi döntőn is évről évre kiválóan megállják a helyüket. A Kárpát-medencében a vajdaságiakról általában úgy beszélnek, hogy egy jó, erős társaság, jó tehetséggondozás és nagyszerű tehetséges gyerekek vannak. Az idei regionális elődöntőre a tartomány szinte minden részéről érkeztek résztvevők, akik több kategóriában mérték össze felkészültségüket. 50 diák versenyzett egymással, de 36 kutatómunka került be a rendszerünkben, 6 szekcióba mérettették meg magukat, ebből 9-et várunk, hogy tovább juttatnak. A vetélkedő megszervezése Vajdaság legfiatalabb iskolája az egészségügyi középiskola számára is fontos mérföldkövet jelent. 12 év után most már fölnőttünk arra, elég tapasztalatunk van ahhoz, hogy ettől még jelentősebb versenyeket is meg tudjunk szervezni. A regionális elődöntő legjobbjai tovább jutottak a Tudományos Diákkörök Országos Konferenciája Kárpát-medencei döntőjére, amelyet 2016. április 1-én és 2-án tartanak majd meg Szolnokon. 56 általános és középiskolás vett részt a himnusz és szózat szavaló versenyen Szabadkán. Az eseményt 16. alkalommal szervezte meg az Északbácskai Magyar Pedagógusok Egyesülete. A szabadkai magyar tannyelvű tanítóképzőkkar adott otthont a himnusz és szózat szavaló versenynek. A versenyre évről évre egyre több szavaló nevez. Először tehát egy vajdasági verseny volt, most pedig kiterjedt már Kárpát-medencei szintűre, így idén is érkeztek Felvidékről, Magyarországról diákok. Idén 56 versmondó fog verset mondani, és nagyon örülünk, hogy ilyen szép számban jelentkeztek. A zsűri arra is figyel, hogy a diákok mennyire tudják átadni a költemények nemzeti érzületét, mondta Németh Imre, zsűri elnök. Nagyon érdekes látni azt, hogy az a fiatal lélek vajon milyen szinten van a nemzeti érzületben, hogyan tudja visszaadni azt, amit ugyebár Vörös Marti vagy Kölcsei papírra vetettek annak idején. Tokaj szőlőveszei nektárt csepegtettél. A diákok nagy kedvel vettek részt a szavaló versenyen. Ezzel az anyanyelvnek a kultúráját tápoljuk, valamint megismerjük az olyan zágzugait a kultúrának, amikről nem tudunk ilyen fiatal korban. Számomra fontos a szózat himnusz versmondó verseny, mivel a szózat és a himnusz a magyarok egyik imája, és számomra fontos ezt elmondani másoknak. A szervezők kiemelték, büszkék arra, hogy évről évre egyre többen vesznek részt a szavaló versenyen, nem csak Szerbiából, hanem a Kárpát-medence országaiból is. Álljon vagy verjen sors kezet! 10 kategóriában 13. alkalommal vehették át a Prima Primissima díjakat a magyar szellemi élet, a művészet, a tudomány és a sport jeles képviselői a Budapesti Művészetek Palotájában megtartott pénteki gála esten. A Prima Primissima díj 10 kategóriájának díjazottjai Kodolányi Gyula költő, műfordító, esszéista, irodalomtörténész, a Fonó Budai Zeneház, Kovács János karmester, Vojnics Erzsébet festőművész, Csapó Benő egyetemi tanár, Keleti Ágnes olimpiai bajnok magyar tornász, Bencúr László építész, Csíkszentmihályi Mihály pszichológus, Hajdú B. István sportújságíró, Sándor Pál rendező, producer, forgatókönyvíró. A közönségdíjat a Budapest Klezmer Band kapta.
Javász Térje Popovics népszerű tragikomédiáját, a Hazafiakat láthatta a Szabadkai Desiré Central Station közönsége pénteken este. Az 1800-as években alkotó színházi szerző tragikomédiája a zászló lengető álhazafiság és a nacionalizmus tematikáját dolgozza fel. A Hazafiak a hamis hazaszeretetről szól, olyan zászló lengető személyekről, akik a nacionalizmus és a hatalom érdekében bármire képesek. Vaja Predragejdő színművész. A szerbiai színházi élet kiemelkedő alakja egy magát semlegesnek valló férfit személyesít meg, aki az embertelen rendszer áldozatául esik. Moja sloboda i sloboda drugih. Javász Térje Popovics drámája az 1848-49-es magyar forradalom és szabadságharc vajdasági vetületeit mutatja be. A szerző végrendeletében meghagyta, hogy művét 5 évtizeddel a halála után vigyék színre. Úgy vélte, a 19. század politikai elitje nem viselné el a papírra vetett éles társadalmi kritikát. Térje munkáját azóta többször bemutatták. Ezúttal Urbán András rendező álmodta újra a Belgrádi Nemzeti Színház felkérésére. Szerbia fővárosának színikritikusai az évad produkciójaként emlegetik a Hazafiakat. A Hazafiság jegyében nagyon sokan járnak pórul, nagyon sok embernek válik az élete rosszá. És azt gondolom, ugye, hogy épp ebben a patriotizmus, nacionalizmus, hazaszeretett témában ugye folyamatosan úgy fogalmazunk, hogy hát van a pozitív, meg van a rossz, meg ilyen hazafiság, olyan patriotizmus, de aztán mindannyian tudjuk, hogy egy adott pillanatban mindez egy zászló alá fog összejönni. Javász Térje Popovics az 1840-es években a belgrádi oktatási titkárság vezetője volt. Drámáját is az ott töltött évei ihlették. A szöveg a múltban íródott, mégis a ma közönségéhez is szól. A kapzsiság, a kétségbeesés, a káosz és a kudarc tragikomédiája. Bácskai ételeket kóstolhattak az érdeklődők a Palicson megszervezett Hagyományok téli fesztiválján. A kistermelők hagyományos módon készítették a tepertőt. 25 csapat gasztronómiai különlegességei voltak terítéken. Magyarországról is érkeztek képviselők, akik a tiszta melléki tepertő készítés rejtelmeibe avatták be a látogatókat. Ahogy az mögöttem is hallható, jó ebédhez szól a nóta, hiszen töpörtőt sütnek itt Palicson a 4. tepertősütő fesztiválon. Nyers szalonnal rotyogott a fazekakban szombat délelőtt, a bográcsokban tepertősült. Belovai Józseftől megtudtuk, mi kell az ízletes vajdasági tepertőhöz. Csak a nyerszalonnak kizárólag, és egyformára esze kell darabolni, mert ha kisítik, akkor az apróbja az meg fog égni, és a zsír az fekete lesz. Barna, nagyon nem fekete, nem megbarnul a zsír. Gulyás Violetta vaddisznóból készült finomságokból kínált kóstolót. A ludasi termelő szerint mindenképpen érdemes megpróbálni ezt a vadasabb tepertőt. Egész különleges íze van, sokkal sötétebb, és íze szerint ezt meg kell próbálni. Magyarországról is érkeztek szakácsok, akik a Tisza melléki tepertő készítés rejtelmeibe avatták be az egybegyűlteket. Igyekszünk ízletesre, finomra csinálni. Magyarán megsütjük, talán egy kicsit sűrűbben beírdaljuk, mint látom a határmenti kollégáink. Szeretjük kisebb darabokra, apróbra, ízesebbre sütni. A nézelődőket élő zenével várták a szervezők. Bumfort Tivadar is ellátogatott a rendezvényre. A Vajdasági Magyar Szövetség szabadkai elnök elmondta, a sültepertő illata a gyerekkorának családi disznótorait juttatja eszébe. Mi is ott mozgolódtunk a fölnőttek körül, próbáltunk valamit segíteni, daraboltuk a szalonnát a tepertősütéshez, és hát ez mind olyan nagyon szép, és számomra ez a gyökereket jelenti. A kistermelők hagyományos módon készítették a portékáikat. Senki sem távozott éhesen a fürdővárosból. Megérkezett a Mikulás az Óbecsei és a Dreai Lurkóházba. Mindkét intézmény védencei alkalmi zenés és verses műsorral készültek a rendezvényre. Az ajándékokat a Vajdasági Magyar Szövetség Óbecsei szervezete biztosította.
Az Óbecsei Lurkóház védencei már kora reggel várták a ház előtt a csomagokat. Alkalmi műsorra is készültek, énekeltek és verset mondtak. Én kaptam egy ilyen szitakötőt, és ha ezt a dugóját beletesszük, akkor ez világít, és ezt rá kell ide tenni, és akkor, ha meghúzzuk, akkor repül. És én nagyon örülök a csomagnak, mert volt benne minden hasznos dolog, mert volt benne édesség is, amire vártunk. A gyermekek számára, hát gondolom, hogy ezt így megfogalmazni sem tudom, hiszen sajnos a családjaik ugye nincsenek olyan lehetőségben, hogy jutalmazzák őket, és nem egy gyerek csak itt van megajándékozva. A Vajdasági Magyar Szövetség illetékesei az ajándékcsomagok mellett további adományokat hoztak az intézménynek. Magának a Lurkóháznak is tartós élelmiszereket, krumplit, húst, egyebet hoztunk. Úgy gondolom, hogy ez nagyon fontos, mert minden apró ajándék az ajándék, és hát a Lurkóházak adományokból élnek, és bizonyos szempontból ez a mi kis hozzájárulásunk talán hozzásegíti őket, hogy egy-két hetet, háromat talán áthidaljanak. Nem csak az Óbecsei intézményben lepték meg a gyerekeket, hanem az Óbecseihez közeli Dreára is ellátogattak a jó akarók. Itt jelenleg 19 gyerekkel foglalkoznak. Segítenek nekik a tanulásban, és igyekeznek otthonos körülményeket biztosítani számukra. Kaptam gugi csokikat, akkor kaptam cukorkát, meg édességeket. Kaptam chipset, csokit, meg smokit. A dreai gyerekek több hétig készültek a Mikulás fogadására. De jó volna, ha volna. A hó hullna halomba. Már napokkal előbb készülnek erre napra, és tudják azt, hogy vendégek jönnek, és hát őnekik nyilván azért is, hogy ugye sokan vannak a családban, és hát egy-egy gyerekre otthon nem jut így édesség annyi, mint mondjuk ott, ahol egyke vagy kettő van, két gyerek. A Dreai Lurkóház védencei a hangulatos mikulásnapi műsor után már a karácsonyra készülnek mától, hiszen szeretnék akkor is meglepni jó akaróikat. Megnyílt ma délelőtt Zentán a Mikulás napi kiállítás az újonnan átadott sportcsarnokban. A rendezvényt a Zentai Gazdakör és a Szent Miklós Pálinka lovagrend szervezte. Betlehemes játékkal nyitották meg a Mikulás napi kiállítást a Zentai Turzó Lajos általános iskola diákjai. A rendezvény szervezői idén is sokféle hagyományos termékekkel készültek. A mézes kalácsoktól kezdve ilyen kis Mikulás csizma készítésen keresztül többféle kézimunka, többféle motívum, csuhé dolgok, akkor ilyen mézes sütik. A zentai és a csókai méhészek a korábbi évekhez hasonlóan idén is 15-15 kg-nyi mézet ajándékoztak a Zentai Közkórház gyermekosztályának, valamint a Kéz a Kézben értelmi fogyatékosok és segítőik civil szervezetnek. Minkával szeretnénk hozzájárulni, minden évben tradicionálisan megtörténik ez a felajánlás. Idén új helyszínen, az újonnan átadott sportcsarnokban nyitották meg a Mikulás napi kiállítást. Ezzel a térrel, mint a rendezvénycsarnokunk, egy új lehetőség nyílik az, hogy fejlődjön tovább ez a rendezvény, és hát egy regionális vagy nemzetközi regionálisan nője ki magát, ami turisztikai látványosságot is jelenthet községünknek, meg az egész Tiszavidéknek. A szervezők elsődleges célja a hagyományos termékek népszerűsítése. Vannak terveink a következőkben, hogy ezeket a részeket bővítenénk, tehát másmilyen úton, tehát hogy bekapcsolni magát a termelést, vagyis az elkészítést, az itt a helyszínen is. A Mikulás napi Nemzetközi Pálinka Fesztivál vasárnap nyílik meg, majd a hagyományos sütemények, torták és hidegtálak, valamint a savanyúságok és befőttek versenyének eredményhirdetésével várják az érdeklődőket. Megnyitotta kapuit a Szabadkai Winterfest. 70 kiállító kínálja termékeit a felállított faházikókban a város főterén 40 napon keresztül. Szórakoztató zenek, gőzölgő forraltbor, meleg kürtős kalács, könyvek, dísztárgyak. Elmaradhatatlan részei a téli vásárnak. És persze a Mikulás sem hiányozhatott a nyitónapon a Winterfestről. Meg is kapta a jól megérdemelt verset. Minden áll
igazi különlegességek is várták a nézelődőket. Hogy imam a jelkice, imam a svecnjake, imam a zvijezde, zvončike, znači ono ko možete kao poklon i to može za uvijek ostati. To je sve ručno rađeno od papira, znači nema nikakve plastike ili tako dalje. Nem csak a dísztárgyak között, hanem a csoki kínálatban is akadnak egyediségek. Beg az alapanyag, nem tartalmaz gluteint, illetve hozzáadott adalékanyagokat. Több mint 50 féle ízesítésben kapható, közte étcsokoládé, tejcsokoládé, fehércsokoládé, érdekes fűszerekkel, magvakkal és gyümölcsökkel ízesítve. A nagy számú érdeklődők többsége évek óta visszajár. Süteményt az minden évben, igen, és esetleg valami hústerméket is szoktunk vásárolni. A vásár ideje alatt kultúrrendezvényeket is tartanak. A sort a Szabadkai Népkör Magyar Művelődési Központ nyitja meg december 11-én. A Szerb Kultúrközpont január 3-án és 4-én szervez programot. Učešće su uzeli i Hrvatski kulturni centar i Bunjevački kulturni centar i ovaj dečje pozorište će naravno sa Deda Mrazom. Tako da će, mislim, dešavaće se osim ove naravno lepe prodaje, dešavaće se još i neke ovaj druge lepe stvari. A rendezvény szervezője Szabadka önkormányzata és a Szabadkai Piacok kommunális közvállalat. A hivatalos megnyitót a gyerekek karácsonyi énekei varázsolták ünnepélyesebbé. Már az első napon nagyon sokan voltak kíváncsiak a Winterfest kínálatára. A Szabadkai téli vásár január 13-áig minden nap reggel 9 és este 9 között várja a látogatókat. Hosszú Katinka aranyérmet nyert 200 méter vegyesen és 50 méter háton is az izraeli Netanyában zajló rövidpályás úszó Európa bajnokság szombati versenynapján. Ez volt az 5. és 6. győzelme az idei kontinens viadalon. A 200 méteres mellószás londoni olimpiai bajnoka Gyurta Dániel, aki főszámában ezüstérmet nyert az EB-n, a szombati 100-as döntőben 5.-ként ért célba 57,45 másodperccel. A magyar csapat változatlanul vezet az éremtáblázaton. Az utolsó versenynap előtt 10 arannyal és 2 ezüsttel áll. Eddig tartott a híradó, a legfontosabb hírek jönnek még egyszer röviden. Ünnepélyesen felavatták ma a Múzsiai Emmaus Kollégium új tornatermét. Szerbia Európa és a világ középpontja volt az EBSZ miniszteri tanácsának konferenciája alatt, mondta Alekszandar Vučić. Magyarország érdeke az, hogy Szerbia erős és stabil Európai Uniós ország legyen, mondta Szijjártó Péter. 25 csapat gasztronómiai különlegességei voltak terítéken ma Palicson. Köszönöm a figyelmüket, ha még több hírre kíváncsiak, látogassanak el honlapunkra, panonrtv.com-ra, ahol riportjainkat, műsorainkat is visszanézhetik. Maradjanak továbbra is velünk, szép estét kívánok, viszontlátásra!